Szeretettel köszöntelek benneteket. Népes család a tiéd, ehhez szívből gratulálok. A tehetség a véletekben van, hiszen feleséged Tünde, fantasztikus hangú opera énekesnő, fiad Dávid balettáncos, Máté énekel. Kislányod is színpadra készül? Hát én azt gondolom, hogy a kislányom egyelőre gimnáziumba készül, és aztán utána majd eldönti... Nagyon mosolyog. Eldönti, hogy ebbe az őrületbe, amit művészetnek nevezünk, hogy ebbe bele akar-e ugrani, vagy nem. Én remélem, hogy ő lesz az egyetlen normális ember. Egy gyönyörű nagy családotok van, Tünde, de hogy tudod összetartani a családot, és a karácsonyt összeegyeztetni a színházi feladataiddal? Nekem mindig nagyon fontos volt az, hogy együtt legyünk, hiszen minden területen találkozunk nehéz pontokkal, és ezek azok, amik erőt adnak, és hosszú távon pedig összetartják az embereket, a szeretet, a ragaszkodás, és az, hogy mindig számíthatunk egymásra. Nagyon jól főzöl. Most is te készíted az ünnepi menüt? Természetesen, én nagyon szeretek főzni, nekem az ugyanolyan alkotás is tulajdonképpen, mint a színpad, és sok örömömet lelem benne, magában a készítésben is, és a legnagyobb öröm nekem, mikor látom, hogy mindenkinek ízlik, és eddig még mindig sikerül. Sára, és te hogy veszed ki a karácsonyi munkákból a feladatodat? Nekem végülis, hogy mondjam azt, hogy a specialitásom az a fahéjas csiga, amit sajnos a két bátyám nem szeret. Nem? Nem szeretjük a fahéjat. Hát akkor miért nem csinálsz mákosat? Hogy ne egyenek belőle. Mert nem szeretem a mákosat. Ja, hát akkor itt megvan a balhé. Igen. Piuk, és csak ti hátradőltök, és várjátok a kést? Alapvetően egy picit igen. Tehát a favásárlás és a fa állításban ott azért mindig részt veszünk egymás fájnak a megvásárlásában. Tehát azért mindig alkalom, amikor a Dávid azt mondja, a Vidra fölhív, hogy na, akkor most akkor kéne menni fát venni, vagy inkább úgy az szokott lenni, hogy már megvan a és fa, el kéne hozni, venni? És állandóan kiválasztja a legnagyobb fát. És állandóan a legmesszebbről, és akkor 85 sarkot kell menni a fával. Hidegben. Nagyon hidegben. Dávid, te most milyen darabokban táncolsz? Jelenleg ugye a Diótörőben, van egy hosszú szériánk, még most is tart, és utána majd januárban a Rosszul Őrzött Lányban. Tanár úr, kedves Gábor, egy év alatt 500 ezer néző, 500 előadás, 500 alkalmazott. Ha egyszer színház igazgatója szeretnénk lenni, hogyan kell ezt megvalósítani? Segíts ebben, áruld el a titkodat. Hát az az igazság, hogy elsősorban nagyon-nagyon erőteljes teherbíró képességgel kell rendelkezni, ugyanis állandóan fúj a szél, állandóan jön a vihar, mindig történik valami, és mindig ott kell állni a vártán. De az se baj, hogyha az ember a rendező szeretne lenni, vagy színházigazgató, időnként el tud szabadulni magában, és el tudja képzelni, hogy egy varázsló, és szabadjára engedi a képzeletét. Na, amit ti csináltok, szert a világban elismerik. Az operettet bárhol vagyok a világon, mindenhol imádják, és büszkék vagyunk, hogy Magyarországon nagy mértékben képviselik a magyar operettet. És arra is, hogy eljöttetek hozzánk ide ma este, és kellemes ünnepet kívánunk nektek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Boldog karácsonyt! Köszönjük szépen!